Itt vagyunk a Vitkovics Mihály utcában, a belvárosban, a pauzában. Ti a lelassult pillanatokért éltek, illetve dolgoztok itt. Közeledik a karácsony ehhez, hogy álltok, amikor az ajándék dömpingről szól általában sajnos ez az ünnep. Be kell valljam, hogy kisvállalkozóként és magánemberként is elég, hát mondjuk úgy vegyesek az érzéseink a, karácsony karácsonyt illetően. Nyilván várjuk, mindenki várja, de Néha ilyen elszörnyűködve nézzük ezt a fajta ilyen nagyon esedést, ezt a fajta nyomást, rohanást, aminek körül az ünnep körül zajlik, aminek egyébként pont hogy a, a békés készülődésről, a nyugalomban eltöltött pillanatokról kéne szólnia. Azt gondolom, hogy ennek az ünnepnek, ennek a tradíciónak valahol része az ajándékozásnak, az adásnak az öröme. Ki ezt tárgyakkal, élményekkel, valamilyen gesztussal fejezi ki. És sokat gondolkoztunk Zolival hogy hogyan közelítsük meg ezt az egész témát úgy, hogy az hozzánk is, meg a, a pauzához is, tehát hogy azonos legyen velünk. És igazából arra jutottunk, hogy így magát az ajándékokat, az ajándékozást ilyen kétféle kategóriába soroltunk. Az egyik ugye azok a típusú ajándékok, amikor tudod, hogy a kiszemelted már régóta vágyikra, igazából meg is akarja venni magának, csak idő kérdése, viszont te megleped vele. A másik kategóriába talán azok az ajándékok esnek, amiről a, tudod, hogy a kiszemelted egyfajta Kényeztetésnek, luxusnak érzi, minőségi időhöz kapcsolódik, amiben a kiszemelted szeret feltöltődni. És akkor ementén a témák mentén összegyűjtöttünk egy pár ilyen úgymond ajánlást, ezeket szeretném most nektek megmutatni. bekuckózáshoz kapcsolódik az első csomag, amit ajánlatok. Meséld el, kérlek, hogy hogy állítottátok össze ezt a kis ajándékcsomagot. Ilyenkor fejben elképzeltünk egy, egy elnyújtott vasárnapot. Későn kelsz fel, a redőny még lehúzva, kibattyogsz pizsomában a konyhába, felraksz forni egy kis vizet a teának, letéped a fűszercsokorról azt, amit még a szomszéd asszonyotól kaptál, és a nyár végén megszárítottad magadnak térre, készítesz belőle egy finom teát, reggeli fürdő után úgy döntesz, hogy nem veszed át a pizsomát vissza bújsz az ágyba, beletakarózzon a kedvenc takaródba, és a tegnap félben hagyott könyvet tovább folytatod. Ez a takaró egyébként az egyik kedvence a, a hozzánk belátogatóknak. Ez egy 100% gyapjú takaró, egyébként Finországból érkezik, mulesimmentes, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen boldog birkáknak a gyapjújából készül. A következő mondjuk úgy szent, vagy csomag a, a, a fürdőzés, az otthoni fürdőzés élményekről szól. Ennek kapcsán szeretném megmutatni, ugye tulajdonképpen amikor így megengeded a kádat, bele süppetsz a vízbe, átmasszírozod a testedet egy ilyen teljesen naturális, természetes fekete szappannal, és ezzel a masszírozó kesztyűvel, vagy éppen egy babirolajos szappannal és fürdőkefével átradírozod a testedet, Mindezután az arcodat végig masszírozod egy ilyen gyógynövényes, arctisztítós minket távolító, tulajdonképpen balzsammal, ez egy zöld balzsam. És egyébként minden csomagnak, hogy a fürdőzősnek is elengedhetetlen része a gyertya. A kád mellett pedig gyújtasz egy, egy, egy szíveti szemet, szemet melengető gyertyát, és élvezed a fürdésnek azt a pillanatait, amikor úgy érzed, hogy a világ összes perc ez a csomag tele van ilyen praktikus, hasznos dolgokkal, és egy olyan szemlélettel készült, ami tulajdonképpen ez a hulladékcsökkentő környezet, barát szemlélettel készült csomag, amiben főleg egyébként takarításhoz, bevásárláshoz, hajmosáshoz és testápoláshoz kapcsolódó termékek vannak. Egyrészt van benne egy ilyen csomagoló csomagolókendő, ezt egy magyar hölgy készíti egyébként a pauza számára. Ez tulajdonképpen ugye alufólia folpak helyett tartalmaz egy szilárd sampont, ezt is egy magyar hölgytől vásároljuk. Tartalmaz, ha már itt vagyunk a szilárd sampont témánál, egy krémdezodort. Egyébként ennek az illata, mind a kettőnek az illata igazán téli, mert egy kicsit ilyen mandarinos, levendulás illata van. Tartalmaz a bevásárlásokhoz egy cekkert, egy fekete szappant, tulajdonképpen ez egy koncentrátum, nagyon sok hosszú napra elegendő, tulajdonképpen ez egy általános tisztítószer, és teljesen környezet és folyóbarát. Egy mosogató kendőt, és ha már mosogatásokor egy szivacsot, márszely Szappant, tulajdonképpen, ami nem csak fürdésre, de mosogatásra is felfedezte magának a közönség, és nagyon sok vásárlónk mosogatásra is használja, és a fekete szappan mellé társnak egy ilyen igazán makacs felületekre egy vörös rész dörzsi. mindez ugye a fluoreszkáló csodák helyettesítésére a mosogató körül, és van benne egy arctördő kendő a vattapamacok helyett. És amit még kiemelnék ebből a csomagból, az tulajdonképpen maga a csomagolás, ami egy ilyen textilzsák. Ugye annyit lehet hallani arról, hogy a karácsony nem is csak az ajándékozás, a túlzott ajándékozás az, ami, ami probléma, hanem maga a csomagolóanyag, amit felhasználunk ezekre az alkalmakra. múltkor pont olvastam, hogy hogy, hogy, azzal a csomagolóanyaggal, amit ilyenkor elfogyasztunk, körülbelül négyszer körbe lehetne csomagolni a földet. Na most, hát ha valami ez, azt gondolom, ez praktikus, hogyha az ajándékot, például az előbb említetteket, vagy bármit, amit vesztek, egy ilyen zsákba rakjátok, és magát a zsákot egyébként ugye zöldséggyümölcsvásárlásra vásárlásra a kiszemelt ajándékozott fel tudja majd később használni, nem kell a kukába dobni. És hogyha egy kis Tisztet akartok belemenni, még tehetek rá egy kedves fenyőángat, és mehet a fa